A megyei döntőkhöz érkezett az országos haditorna verseny sorozata. Tolna megye legjobbja címért 9 csapat versengett. Voltak olyan résztvevők is, akik már nem az első alkalommal indultak el a megmérettetésen. Mi Szekszárdon jöttünk a Csapó Dániel technikumból. Én már itt harmadjára vagyok. Voltunk tavaly előtt az országoson is. Igazából nagyon szeretem ezt a versenyt, kihívásokkal teli. Legjobban talán lövészeret és az akadálypályát szeretem, de az összeset igazából nagyon. Nekünk még a távbecslés van hátra, illetve az első segély. Én azt gondolom, hogy egészen jól teljesítettünk, és hogy jól fogjuk zárni ezt a napot. A versenyzők számára igazi presztízs kérdés, hogy melyik csapat képviseli majd Tolna megyét a 2023 tavaszán vagy nyarán megrendezésre kerülő országos döntő. Szekszárdi Ady Endre technikumi kollégiumból érkeztünk, honvéd kadétok vagyunk. Hát minden évben van ilyen verseny, évi 5-6 versenyen részt kell vegyünk. Ez is egyike. Most új helyszínen van, eddig a Szekszárdi sportpályán volt. Ez most egy új helyszín nekünk is. Hát több ilyen szám van. Van váltófutás kalasnyikovval, gumikarabéja természetesen. Vannak gránátdobások, lövöldözünk, minden egyéb tevékenység itt látható. Nem túl kimagasló az eredményünk a többiekhez képest, mert a társak is nagyon képzettek, nagyon sokat sportolnak, de amit tőlünk telt, azt megtettük, szóval én büszke vagyok a csapatra. Az új tereppel nem csak a versenyzőknek kellett megismerkedniük, az akadályok építése a szervezők számára is fejtörést jelentett. A mai eseményünk itt Sötétfőből gyermektáborban történik. Ez az országos haditorna versenynek a Tolna megyei döntője. Szeptember 2. hete és október 2. hete között zajlódik az esemény. Annyit kell pontosan tudni róla, hogy minden 19 megyében, illetve Budapesten megrendezik az országos haditorna versenyt, és a megyei versenyek győztesei kerülnek az országos döntőbe. Az országos döntőt jelenleg 2023 tavaszán vagy nyarán fogják végrehajtani, vagy Budapesten, vagy pedig a tavalyi évekhez hasonlóan, tavaly 5 évhez hasonlóan Balatonkenesén. Az országos haditorna verseny egy olyan megmérettetés, amiben minden középfokú intézmény képviseltetheti magát. Tolna megye valamennyi középfokú intézményével kiküldtük a meghívókat. Jelenleg 4 iskola jelent meg a versenyen, és mindegy 9 csapattal képviselik az iskolájukat. A versenykírásról szereplő akadályokkal ismerkedhetnek meg a versenyzők, ezt a versenykírásból ők megkapták. Ebben van lövészet, van kézigránátdobás, egészségügyi ismeretek, van egy honvédelmi totó, akadálypálya, van egy távbecslés figyelés, valamint van egy fegyveres váltófutás. Van egy mátrix feladat, ahol a tájékozódási képességükről győződhetünk meg, illetve azt mérik fel a kollégáim. Nem csak az erdei pálya, de a nyírkos és csúszós, felázott tala is megnehezítette a versenyzők dolgát. Nagyon kihívás mindenféleképpen az akadálypálya jelenti a részükről. Minden évben próbáljuk úgy összeállítani az akadálypályának az elemeit, hogy ne ismétlődjön meg az előző évi akadály. Mivel kint vagyunk és Sötétfőjében a gyermektáborban, itt azért nagyon jó a lehetőségek, hogy olyan pályát állítottak össze a kollégáim, ami azért eltér a tavalyi pályától. 1-3-at díjazzuk, valamint a Tolna megyei Védelmi Bizottság felajánlotta a legjobb, a legkatonásabb csapat részére egy külön díjat. A Magyar Tartalékosok Szövetségének a Tolna megyei szervezete felajánlotta egy vándorserleget, amely a legjobban lövő csapat részére kerül átadás az eredményhirdetésen. Erről annyit kell tudni, hogy ha egy iskola 3 alkalommal megnyeri a vándorserleget, akkor végképp az ő tulajdonába kerül ez a serleg. A Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub szintén felajánlott egy elismerést, ez pedig a Matrix feladatban résztvevő leggyorsabb végrehajtó csapat fogja megkapni. A Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium. Csapó 2. csapata nyerte a tornát, így ők képviselik megyénket a Magyar Honvédség országos haditorna verseny országos döntőjén.